Napról napra nagy ütemben nőtt a betegek száma egész januárban. Végül szerdán délután jelentették be hivatalosan is, hogy elkezdődött a téli időszakban már megszokottá vált influenza járvány. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint január 20 és 26-a között 41,2%-kal többen fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, mint az azt megelőző héten, összesen 17.464-en. Ez pedig azt jelenti, hogy a számok átlépték a járvány küszöböt. Az influenzás betegek tünetei között szerepel a magas láz, az általános levertség, izomfájdalom, fejfájás és köhögés. Egyértelmű növekedés van az influenza gyanús megbetegedések számát illetően, úgyhogy mindenki legyen körültekintő. A betegekkel lehetőség szerint próbáljuk megkerülni a kapcsolatot, illetve hát ugye a higiéni szabályok fokozott betartását javaslom mindenkinek. Kis Csaba azt tanácsolja, láz és felső légúti tünetek esetén érdemes mindenkinek orvoshoz fordulnia, viszont ha csak enyhe orrfolyás, torokkaparás a tünet, akkor elég a vény nélküli tüneti terápia, illetve az immunerősítés. Ezt vitaminokkal és gyógyteákkal bárki megteheti. Bár az influenza járvány már hivatalos, a védőoltást még most sem késő beadatni, tette hozzá az orvos. Azzal tisztában kell lenni, hogy a védőoltásnak idő kell, ami ki tudja fejteni a hatását, tehát ez egyénenként változó, de akár ez 2 hét is lehetséges, viszont azt már most látjuk, hogy a kimutatott vírus szerotípusa az egyezik azzal, ami a védőoltásban található, tehát mindenképpen érdemes felvenni a védőoltást, különösen azoknak, akik fokozott kockázati csoportba tartoznak. Ebben a csoportban vannak a 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül, az állattenyésztés területén és egészségügyben dolgozók, valamint az ápolást, gondozást nyújtó intézmények dolgozói. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók részére. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenza vírus által okozott megbetegedéseket 8 területen, a fővárosban, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Vas megyében diagnosztizáltak eddig. A betegek több mint 33%-a 14 év alatti gyermek, több mint 36% pedig 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt volt. Derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ beszámolójából.